fizetés emelésügybe jöttem. Már 6 hónapja dolgozom itt, és úgy tudom, hogy azt beszéltük meg, hogy ha fél év eltelik, akkor nem próbaidősnek számítok, és ezért magasabb bért fogok kapni. Ez így igaz, kolléga úr. Ezt meg is beszéltük, a vállalat számon is tartja, de ott még nem tartunk, hiszen értékelni kell a fél éves munkáját. Hát én folyamatosan kaptam értékelést, meg, és ezek általában pozitívak voltak, úgy tudom, szóval ezzel nem ez lehetséges, de előbb be kell szereznünk a csoportvezetőknek, az osztályvezetőknek, a kollégáknak a véleményét. Hát értem, csak most már ebből a bérből igazából a albérletet se tudom szinte kifizetni, és ez a munkába járást is megnehezíti. Kettes kollega úr, ez sajnos nem áll. Jó. Nagyon jó volt látni, hogy az előző alkalom óta mennyit fejlődtek. És ezt most komolyan mondom, tényleg. Tehát például a múltkor, amikor beszéltünk a leülésről, a szék környékén, ami történt, nagyon jó volt. És tényleg mindenki nagyon sokat fejlődött, egy embert ki kell emelnem. Erzsike. Remek volt. Jaj, nagyon köszönöm. Csókolom a kezét. Tényleg, én köszönöm. Imre. Majdnem jó. Egyetlen egy apró probléma volt, méghozzá az, hogy amikor ugye leül egy asztalhoz tárgyalni, akkor abban a pillanatban önök mind a ketten azonos szinten állnak, mint tárgyaló partnerek. Viszont, hogyha ön behozza a személyes problémáit, akkor másik szemében ön egy szinten lejjebb megy. Érthető, amit mondok? Igen, érthető. Jó. Idő van? Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. A jövő heti beosztás. Uh-huh. Igen. Jönnek a könyvelők, ugye? Igen. Jó. Jövő héten, hétfőn még a könyvelők vannak, aztán annyi van, hogy jövő héten jönnek a marketingesek. Már majd a jövő hét után. Igen, igen. És arra légy szíves, nagyon figyelned kellene ők, szóval nagyon fontos. Persze. Menni fog. Igen. És légy szíves neki is. Jó. Csak jól hangzott. Neki is. Péntek el lehet menni az ágyért. Micsoda? Péntek el lehet menni az ágyért. Jó. Jó. Úgyhogy a picikét ki kell, hogy dobjuk. De mi van, hogyha a gyereknek szobabicikli lesz a jele? Szeretném még használni. Fél éve nem ültél rá. Igen. Fél éve tervezem, hogy majd most akarom használni. Vigyük le a pincébe, jó? Jó. Kezdődik. Kapcsolom, egyre nyugodtam. Maradjál meg, előző rész végét még megismétlik. Jó.
Értem ez alatt, hogy nincs mögötte semmi olyan szándék, ami miatt az információ meg tudna ragadni B ember fejében. Például teszem azt, kiküldök valakit, bejön, azt mondja, hogy ég a ház, meglátjuk, ki fogjuk értékelni, hogy kiben mit indított ez el. Jó, akkor maga. Menjen ki, jöjjön be, ég a ház. Ég a ház. Kevés. Menjen ki és jöjjön be újra meg újra, még azt nem mondom, hogy elég. Nagyon szeretem, ahogy írsz. Mm. És hogy az a olyan furcsa szépen az egész... kerekíted a betűket. Szóval, hogy az a furcsa az egészben, hogy... Már még nem végeztem. Nem is tudtam, hogy verseket írtál. Engem csak. Annyira ügyes vagy. Erre nem emlékszem. Hogyha ezzel végeztem, akkor elmegyünk a gyerekágyért, jó? Jó. Turi Kinga rámászott az itára. Ott, a szemünk előtt. Ott ültünk az asztalán egy csomóan, és a szemünk láttára csókolózott a Turi Kinga az itával. Miközben a Kingának a pasia vagy férje kint volt a parkolóban, az autóban, várta a Kingát. Ezek meg ott csókolóztak rendesen, komolyan, keményen. Érted? Te meg nem voltál ott. De az 5 évesen sem voltál. Nem tudom összerakni agyban. Mit? Hát, hogy volt a hógolyó, aztán meg most itt vagy te. És? Hát így a hógolyózik. Ja, ne, ezt hagyjuk, ezt nem, ez kurva elegem van már ebben. Nem, annyira idegesít, hagyjuk már ezt. Csak tényleg tudom összerakni azt, hogy hógolyó meg... Hát kurvára nem érdekes, már paszki van már vele. Ez olyan, mint hogyha az Egerszeginek most gratulálnál a Szöulő Olimpia. Ezt találtam.
világ legszebb virága. Szép. Szép. Az én írásom. Nem emlékszem rá. Én sem emlékszem rá. Egyre emlékszem. A vers nem csak a címére, azt te írtad. Hogy földgömb, te nem. Földteke, földteki. Jaj, Te meg én. A féltekén. Féltekén. Te meg én a féltekén. Féltekén. Ezt a kis Esztinek írtad. Igen. De erre a versre nem emlékszem. Figyelj. El tudj meg a Gyöngyösihez. Minek? Megmutatom neki a verset. Sosem gondolkodtam azon, hogy lehet, hogy ezt kéne csinálnom. Vissza akarsz menni a Gyöngyösihez és megkérdezni, hogy mi lenne, ha te ezzel foglalkoznál? Lehet. Igen. Nem? Imádom ezt a számot. Súly van a lelkemet, mégis azt hiszem, ha tudnám, hogy miért, talán könnyebben elmesem. Túl reméltem éveket, aki visszanéz, nem drám, amiért. Na, azt hiszem, most már nekem mennem kell. Jó. Tartsd az öklöd. Parancsolsz. Tartsd így az öklöd. Hello. Hello. Parancsolj, foglalni lehet. Ó, basz. Fenébe. Bocsánat, csak megint beszorult a V. De mi? Szentesi. Jújj, de aranyos vagy. Mit keresel te itt? Hát,
magunkra hagynál egy pár perc? Értsük össze. Igen, tudom, furcsa, hogy így megjelentem ennyi idő után is. Mi ez? Ez egy... vers. Nem értem. Igen, én sem. Úgy értem, hogy elég furcsa körülmények között találtam meg, és nem emlékszem rá. Te emlékszel rá? Te most azért jöttél ide, hogy megkérdezz tőlem, hogy emlékszem erre a versre. Én még azt hittem, hogy beteg vagy. Vagy hogy valakid. Vagy úgy jössz hozzám. Jobb felét csinálsz. Én írtam neked. Hát ezt nem tudtam. Biztos már nem írtad alá, nem? Egyébként én rengeteg verset kaptam akkoriban. Igen. Lehet, hogy rengeteg verset kaptál akkoriban, de csak pár verset írtam neked, és igen, lehet, hogy nem írtam alá. Meg hógolyó rakta a padodra. De emlékezned kell erre a versre. Reggel, tanár úr. Várjon, ne mondja meg. 94, 95. 93, 97. 97. B osztály? B. Na, jöjjön. Szentesi Roland. Bálint. B osztály. Igen. Jöjjön. Kutya nem jön ki. Jöjjön, de valóban. Várja, várja, várja. Ebédelt? Igen. Ne, nem. Na, hát pedig van. Ez ilyen babújás. Műanyag. Nem kérek, nem, köszönöm szépen. Teljesen ehető, meg pirítóssal. Nem. Fölturbozzuk egy kis piros alanyjal. Így. Borsot rá. Ha bármiért is jobb, megbeszéljük. Igen. Azért jöttem, tanár úr, hogy elolvasná ezt. Ha már a szentes és italizál szépen vagyunk. Ez a külalak. Hogyan is felejthetném el. Elolvasta? Hogy olvasom, mondál, nincs rajtam szemüveg. Ja, hát mondja, aztán hozom. Mondtam, hogy a kenyér mellett. Látom, megvan, kenyér. Ez az, ugye? Ja. Köszönöm. Tanár úr, ez egy jó vers, ugye? Gyönyörű. Csak azért kérdezem, mert arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem tetszett ezt nekem mondani korábban? Nem értem, kérem. Úgy értem, ezt én most találtam meg így a középiskolás holmiaim között, és... Tudja, tanár úr, én most egy nagy cégnél dolgozom kommunikációs tréning vezetőként, és hát azt szeretném kérdezni, miért nem tetszett nekem 1997-ben mondani, hogy nekem van tehetségem az íráshoz? Várjon egy pillanatot.